Jó napot kívánok! Ebben a tananyagunkban a növények gondozásának alapvető ismereteivel, illetve hát magukkal a dísznövényekkel, amelyek mindennapjainkban most már egyre jelentősebbé válnak, ugye a modern környezettel és az ember igényeinek változásával. Tehát a növények gondozásáról és a dísznövényekről lesz szó. Na most a növények gondozása az elválhat, változhat az annak függvényében is, hogy milyen növényekről van szó, és itt pedig már nem arra gondoltam, hogy milyen céllal használja azt az ember, ahogy az előzőekben felsoroltam, hanem inkább az, hogy milyen annak a növénynek a megjelenése, hiszen a lágyszárúak, fűfélék és ehhez kapcsolódó haszonnövények elkülönülnek mondjuk a fásszárúaktól, amelyek pedig nem csak fák lehetnek, hanem cserjék és bokrok is. Ha a növények gondozásáról beszélünk, akkor mindenképpen a Föld bármely térségében is vagyunk, de a mérsékelt övben, ahol főképpen a négy évszak domináns, nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeknek a négy évszaknak a jellegét, és itt rögtön ki kell emelnem, hogy ugye a tavasztól nyáron keresztül az őszig terjedő időszak az, amikor a növények életciklusa a meghatározó fázisban van, tehát növekedik, terméseket rügyezik, terméseket fejleszt, ahogy ezeket a terméseket esetleg betakarítja a gazdálkodó ember, és elérkezünk tulajdonképpen a téli időszakhoz, amikor a növények általában ugye pihenő időszakban vannak, és a neft keringésük is ugye leáll, és ezáltal nyugalmi állapotba kerülnek. De nézzük meg legelőször, melyek a növények gondozásának olyan fázisai, ami a legfőbb csomópontok, úgymond. A képen éppen egy traktor látható, tehát egy korszerű művelési forma gépi erővel, ahogy a szántóföldön a szántást végzi, vagyis a talajt előkészíti a művelésre, hiszen kemény földben nem lehet a magvakat eljuttatni, illetve hát nem csak, hogy nem lehet eljuttatni, oda a csapadék eljutását az egyéb nem gazdaságilag nem hasznosítható akár gyomnövényeknek a eltávolítását is el kell végezni. Tehát egyik ilyen fontos csomópont számunkra ez a talaj előkészítés lehet. Most a talaj előkészítés azért nem csak a szántóföldi művelésbe, hanem akár a kerteknél is megjelenik, esetleg kisebb területen más céllal, ugye például egy hagyományos kézi ásó is megfelel erre a célra, többek között ezzel lehet akár egy fát elültetni. A képen szintén gépi erőt alkalmazva boronálás látható, ami szintén a talaj előkészítésnek egy fázisát takarja. Ez egy kultúrkörnyezetet takar, amely lehet éppen akár egy gyárépület, vagy egy irodaház mellett, vagy akár a kertünk szegletében egy modern öntözőrendszerből egy hát telepített növényzetet lát el. Ez a berendezés ugye öntözésről van szó. Mivel a csapadék viszonyok nem kiegyensúlyozottak, illetve nem minden növénynek hasonlóak az adottságai, tehát öntözésre mindenképpen szükség van, ugye, és nem csak a kultúr növényzet ellátása céljából, hanem például itt ezen a képen látható egy ilyen hatalmas szántóföldi öntözőberendezés, amelyek akár több tíz, száz méter hosszúak is lehetnek, és lehetővé teszik, hogy a szántóföldek öntözése is megoldható legyen.
Természetesen ilyen méretű berendezéseknek a mozgatása a szintén gépi erőt von maga után. Ugye a Föld bizonyos térségeiben pedig az öntözés az még hatványozottabban lép elő, ahol a csapadékviszonyok ezt megkövetelik. Szerencsére a Kárpát-medence éghajlata nem ennyire éles, hogy mindenütt öntözésre van szükség. Ugyanakkor azért ki kell emelni, hogy a globális éghajlatváltozási folyamatok sajnos magukkal hozták a csapadékviszonyok szélsőségesebbé válását, és például Magyarországon a 2014-es nyár az éppen egy olyan csapadéktöbletet okozott, ami már a káros szinte, és meglehetősen éles kontrasztot állít azokkal az aszályos nyarakkal, ugye az aszály a kevés csapadék biztosítását jelenti, amely az elmúlt évtizedekben már egyre jellemzőbb volt. A növények gondozásához tartozó kérdéskör, amelyet a korán gazdálkodó ember, tehát évszázadokkal ezelőtt mondjuk még nem alkalmazott, míg a talajerő utánpótlást, vagy akár az öntözést azt ismerte. Ez a növény védelem, hiszen olyan sokfajta kártevővel van körbevéve a környezet, amelyek apró rágcsálók, rovarok egyaránt lehetnek, hogy sajnos mesterséges beavatkozásra van szükség. Most a növényvédőszerek, vagy egy ismert néven ilyen permetezési tevékenység eljuttatása a célterületre például légi úton is történhet, ahogy a mellékelt ábra éppen egy helikoptert mutat, de természetesen ez repülőgépről is történhet. Itt egy kicsi képen már egy kisebb berendezéssel, kézi permetezővel történik, a gyümölcsfáknak a permetezőszerrel történő ellátása. Fontos kiemelni, hogy a permetezésnek többféle módjan mellett többféle időszakhoz is kötődik annak az ellátása. Például egy gyümölcsfát, egy szőlőt azt többször is kell elvégezni. Egyetlen egy dolgot emelek ki, ez a korai tavaszhoz, tehát éppen a tél végéhez kötődő úgynevezett lemosó permetezés. Ezt érdemes megjegyezni, amely ehhez az időszakhoz a télen elszaporodott kártevők felszámolásához köthető tevékenység. Azt hiszem, ez egy nagyon szimbolikus ábra, ahogy egy metszőolló eltávolítja ezt a növényi részt. A metszés különböző növényi részek eltávolítása sok helyen, több növény szempontjából fontos lehet, és ezeknek többféle indítéka oka van, miért kell elvégezni. Tehát nem csak esztétikai okból, vagy esetleg rossz helyen elhelyezkedő, például a közlekedés zavaró, vagy egyéb okból leválasztandó növényi részek miatt kell ilyen tevékenységet végezni, hanem esetleg a lombkorona túlnő, és ezáltal kell azt kisebbíteni. De ugyanakkor a metszés élettani folyamatokkal is kapcsolatban van, és ezen éppen egy gyümölcs tekintetében fogalmazza meg, hogy hogyan kell a fölösleges növényi részeket, bizonyos rügyeket eltávolítani. Metszőoló, illetve oltókés az ugye a növények oltásához, nemesítéséhez, szaporításához is hasznos eszközök egyébként. A talaj előkészítésről már beszéltem, de például a talajerő utánpótlás, tehát ugye, hogy a megfelelő mennyiségben tartalmazza azokat a
alkotórészeket, amelyek a növények táplálásához szükségesek. Ez egy nagyon fontos kérdéskör. Ez a mellékelt ábra egy folyamatot mutat be, ami a komposztálásnak egy elméleti sémáját adja meg a különböző fázisokkal együtt. Napjainkban már egyre jelentősebbé válik a komposztálás a kiskertekben is, illetve a tulajdonképpen már szinte a parkgondozási tevékenységben is, és ezáltal a zöld hulladék mennyisége is csökkenthető, és visszakerült tulajdonképpen a biológiai körforgásba, amellett, hogy talajerő utánpótlást is lehet vele biztosítani. Természetesen nem csak ilyen házi komposztálással, hanem mindezt nagyüzemi körülmények között is meg lehet valósítani. És ugye nem lenne a világ, hogyha az ember nem avatkozna a természet rendjébe is be mindenféle egyéb, például vegyi módszerekkel. Így jött létre egy olyan ágazat, ami a műtrágyák életrehívását, vagy műtrágyák alkalmazását hozta létre. Ugye a nagy tömegű szántóföldi növénytermelés az szükségessé tette, hogy a talajerő utánpótlást még ilyen mesterséges módon is biztosítsák. Ez mulcs, ami egy kultúrkörnyezetben, egy kertészetben a fakérekből képzett természetes talajtakarást mutatja. Ugye ennek egyrészt esztétikai szerepe van a kultúrkörnyezetben, másfelől pedig biztosíthatja azt, hogy a talaj ne száradjon ki, tehát a talajnedvesség megőrződjön. Ugye ez egyre fontosabb, főképpen a hazai klímán is az időjárás szélsőségesebbé és aszályosabbá válásával. Továbbra például a nem kívánt gyomnövényzet megfékezésére is alkalmas, hogyha ilyennel borítjuk el a talajt a kultúr növények között. Nem beszéltem még a szaporításról, a növények kihelyezéséről, a megfelelő élőhelyre, tulajdonképpen ezt hívhatjuk ültetésnek. Ugye ez rendkívül sokrétű munkát igényel, nagyon sok haszonnövény nem is telepíthető közvetlenül ki a megfelelő élőhelyre, előnevelést igényel, ez gyakorta üvegházakban, illetve fóliasátrakban történik. Nem minden növény fordul azonnal termőre az ültetés évében, hanem csak másod vagy harmad évben biztosítja a megfelelő termést, és addig is gondozni kell. Kicsit a dísznövényekre rátérve, egy babérmegy látható, ami egy nagyon kedvelt bokorfajta kultúrkörnyezetben díszlik, és kertészek is szívesen alkalmazzák, és hát természetesen a látszárúak között is nagyon sok szépséges növényt lehet alkalmazni, ez például a levendula. Vannak olyan növények, ez árvácska, amelyek például nagyon kevésbé igényesek, és sokszor még a tél előn is kint díszlenek, ugye a növények életciklusa is más és más, vannak korai és vannak késői virágzású növények, és hát például az árvácska az alkalmas arra, hogy a késő őszi hónapokban is mutatós legyen a közterületeken vagy a kertekben. Ugye az örökzöldeket megemlítettem, hogy más az életciklusuk. Ez egy ezüstfenyő, ami egyébként éppen a karácsonyfa címszó alatt is egy nagyon közkedvelt fajta. Fagyal, bokor, nagyon alkalmas határoló növénynek. Ugye itt kell elmondanom, hogy a dísznövények azért nem csak esztétikai szereppel bírnak, hanem
például alkalmasak arra, hogy takarásra, tehát hogy térelválasztó szereppel rendelkezzenek, illetőleg vannak ezek a sűrű növekedésű bokrok és cserjék, ezek például a szelet is megfelelően tudják visszatartani mondjuk a házak közvetlen környezetéből, de alkalmasak például arra is, hogy ugye kultúrnövényeket védjünk velük. A kultúrnövényeket tekintve az említett talajtakaró látható egy szép kertben, és éppen tujákat felvonultató kertrészlet látható. A dísznövények világában és a kertek kialakításában ma már szinte csak a képzelet szab határt, vagy még az sem. Itt egy részlet látható egy nagyon gyönyörű kertből. Madárbirs, szintén egy közkedvelt bokorfajta, ami ilyen nagyon szép színes termést tud hozni. És a következő képen pedig a komposztáláshoz, ugye ennek is sokféle megoldása van, hogy milyen módon történik mindez, éppen egy rácshálóval ellátott komposzt keret, nagyon alkalmas a levelek, tehát az avar, illetve a vágott fű tárolására és komposztálására. Természetes élőhelyen mutatja a lucfenyőt, ez a mellékelt kép. Ugye, amit mi virágnak nevezünk, annak számtalan elhelyezési formája van, itt a muskátlék, ami nagyon kedvelt, éppen egy ablakpárkányon díszlenek. Orgona, szintén egy vadon élő növény, amit aztán az ember alkalmazott a kertekben és a parkokban. Tűztövis vagy pirakanta latin néven, szintén nagyon kedvelt, nagyon mutatós és határoló növénynek is alkalmas. Rózsakert és tulipánmező szintén a kertünk növényei és ismert és kedvelt növényei közé tartoznak. És a tulipánfa, mert hogy ilyen is van, többek között a parkok díszítő elemei is lehetnek. Ebben a tananyagunkban összefoglaltam, hogy alapvetően a mérsékelt övezetre vonatkozólag az évszakokat is figyelembe véve, melyek azok a tényezők, amelyek fontosak a növények telepítését, gondozását illetően, milyen módszereket kell alkalmazni. Mindezt ugye az élelmiszernövényekre, takarmánynövényekre, ipari növényekre is megfogalmazva, gyümölcs-zöldségfélékre vonatkozásában, illetve felsorolva azoknak a környezetünket díszítő növényeket, amelyek fák, bokrok, cserjék vagy látszárúak egyaránt lehetnek, és egyre nagyobb szereppel bírnak. Köszönöm szépen a figyelmet!